Köszöntöm a kóborló nézőit, ma ismét egy különleges sportágban nyerünk bepillantást, egy igazi lovasklubot kerestünk fel, ahol országos díjugratókkal fogunk találkozni. A ló már évszázadok óta az ember egyik legjobb barátja és társa. A háziasított emlős ma már sokrétű szerepet tölt be, már korán sem egyszerű erdei vagy mezőgazdasági munkára fogható állat számunkra. Értelemszerű, hogy ennek következtében a lovas sportok is egyre népszerűbbé váltak, már a múlt századoktól kezdődően. Lóverseny, lovas póló, fogadhajtó verseny, és nem véletlenül hagytam utoljára a lovas díjugratást. A díjugratás talán a világon egyik legnépszerűbb lovasportnak számít, alig halkad olyan nézőink között, aki nem látott életében legalább egy ilyen versenyt, ha másút nem valamelyik tévés közvetítés során. Lenyűgöző látni, ahogyan egy-egy kecses lóhátán egy ügyes lovas játszik könnyedséggel ugorja át a különböző akadályokat. Bevallom, eddig azt gondoltam, hogy ó, lehet, hogy ez nem is akkora teljesítmény, de mint sok minden másban, úgy most ebben is hatalmasat tévedtem. Hazánkban a Sóvidék térségéhez legközelebb Gyergyó remete az a település, ahol egy komoly lovasklub fogadja a lovak és a sport szerelmeseit. De a lovaglás mellett itt komolyan versenyszinten is foglalkoznak úgy a lovakkal, mint dzsokéjukkal. A romániai díjugratás ranglistáján előkelő helyen állnak a remetei lovasok, na de kezdjük a sztorit a legesleg elején. Először lovak iránti nélkülözés jött. Úgyhogy, tehát tudni kell, hogy ötön vagyunk testvérek, és negyedik fiú voltam én, egy kisebb leány van még a családban. És otthon folyamatosan tehát lovat tartottunk, de viszont örök el volt véve, a legkisebbtől el volt véve a ló, tehát abszolút nem fértem lovak közelébe, úgyhogy én menjek, minden. Aztán miután megnősültem, minden utána kezdődött, mondjam úgy, el a lovazás, hogy... Akkor megmondok a parasztlovak, mikor jött az az ötlet, hogy hát kéne lovagoltatni is egy kicsit? Hát kezdtünk a parasztlovakra már felüldögélni, és láttuk, hogy nem éppen az, amit szeretnénk. Aztán utána döntöttük el, hogy a Gypsy Wanner lovakot, tehát abból is 10-14-et vásároltunk be. Tehát így szerre, tehát előre kettőt kipróbáltuk, kezdtek jönni a gyerekek, hogy akarnak lovagolni, tehát lovagolni sétáltattuk lényegében, mert szakmai tudás, tehát mondjam úgy nulla volt, javarész nulla volt, ami a sporthoz kell, és a gyerektanításhoz kell, akkor még nulla volt. És ezek mióta jobb lovak, mint mondjuk a parasztlovak? Nagyon nyugodt, tehát a Gypsy Wanner hidegvérű, nagyon nyugodt állott. Tehát nyugodtan fel lehet tenni, tehát nem kell külön futószárazni, vagy külön a szekérbe befogni, hogy egyet menni, és csak utána felültetni a gyereket. Tehát abszolút gond nem volt, hogyha egy nap pihentek, és másnap és 5 éves gyereket lehetett rátenni, és direkt terepre menni vele. Tehát abszolút semmi tudás nélkül. Éppen a ló megülést kellett tudja a gyerek. Honnan lehet ilyen lovakat itt a környékről beszerezni? Hát mi az első köt Hollandiából szereztük be, mondjuk nem az első köt, az első kettőt egyszer Hollandiából, aztán utána valaki hozott Brassóba 3-at, tehát csak egy ilyen lókupec mondjam úgy. Aztán azt ott vettük meg, tehát összesen 11 volt. Tehát itt volt csitkóztatás, és elég sokat tartottunk a tarkalovakot. És akkor ment jól a lovagoltatás, jöttek a gyerekek, jöttek a turisták, és mikor jött az, hogy fogjunk egy kicsit komolyabban neki sport szempontjából is a lovat? Hát az akkor jött, hogy egy kicsit sarokba voltunk szorítva, mert a gyerekek egy része kinőtte, mondjam úgy, a lovazásra, mi tudásuk plafonizálódott, azt lehet mondani. Tehát a tarkalovakkal mást fennem már nem lehetett menni, mert terepekre jártunk, akkor benti tanítás akkor nem volt még. Terepekre jártunk, ezeknek a gyerekeknek, akik rendszeresen jártak, azoknak már nem nagyon volt élmény, hogy most kimenjenek terepre, egy órát sétáljanak, hanem vagy az volt, hogy egy napos túrákra mentünk velük, de viszont a hidegvérű lovakkal nagyon fárasztó mindennapos túrázni. És akkor így mondom, egy kicsit profilálódjunk által, megvettük az első két sportlovat, és aztán mondjam úgy, a sportszezon akkortól kezdődött. Milyen sportlovakról beszélünk, milyen fajta lovak? Német sportlovat vettem, kettőt, tehát vettem. Úgy volt, hogy cseréltünk az első tarkalovakot, egyet el, cseréltünk, és még megpótoltuk, és na, kettőt vegyünk, hogy... És akkor kezdődött, tehát eleinte volt egy, itt csak egy gyergyőremetei edző volt, tehát egy Laura, egy női edző, Magyarországon tanult ő, és ő volt, mondjam úgy, itt a helybéli, az első támaszpont nekünk a sport felé, mikor eldöntöttük, hogy sport felé haladunk, akkor ő volt az első támaszpontunk. És a sport szempontjából itt most azt kell érteni, hogy ugratás? A sportlovaglás az egész más, mint a turisztikai. Tehát
ott megvan, hogy a turisztika, mondjam úgy, hogy turisták eljönnek, felülnek alulra, éppen megüllik alovat, tudás, majdnem semmi se kell oda. De viszont már egy kicsi szűk pályán tanítani, tehát rengeteg olyan dolgot meg lehet tanítani bent, élvezik is a gyerekek, amit kint a szabadban soha nem lehetne megtanítani. Az első két versenylő után Laura sportszerűen kezdte oktatni a gyerekeket, de nem sokára gyermeknevelési szabadságra ment, s így adott volt a kérdés, hogy kiviszi tovább a stafétát. Ekkor jött képbe a már többszörös országos bajnok Balázs Sándor. Sanyit ezt ismertem már régebbről, csak nem itthon volt, tehát Udvarhely körül volt edző. És aztán pont abban az időben került ő is haza, mikor pont kellett, pont időbe. És akkor megkereste, és persze egyszer-kétszer beszélgettünk, no, jó volna, és aztán eljött, hogy nézze meg a lovakot. Ugye régebbi tudta, hogy gypsikkel foglalkozunk, gypsy vanérekkel, és nem kellett, tehát nem kellett szaktudás ahhoz, hogy... És aztán, amikor eljött, megnézte a két sportlovat, hát azt mondja, megpróbáljuk, azt mondja, valamit kihozunk. És aztán kezdett jönni rendszeresen, előre úgy volt, hogy csak a leánya jön, a lovagol, még egy-két gyereket, hogy mondjam úgy, hogy a lovakot is formába tartani, és hogy egy-két gyereket még tanít amellett, hogy mert ő is, tehát más vállalkozása is volt. És jövögetett elég rendszeresen, és aztán most mondjam úgy, az ugró rész az egészet ő irányítsa, tehát attól a perctől kezdve a sportrészleg és a legügyesebb gyerekeket ő tanítsa a mai napig is. 2007-ben Sándor román országos bajnok lett egyéniben, majd ugyanebben az évben a Balkán bajnokságon a Romániát képviselő távlóagló csapattagjaként ismét aranyérmet szerzett. Hol van itt az országban, vagy hova tudtok eljárni, mondjuk, hogyha itt Sanyi felkészít két-három ügyes gyereket? Milyen lehetőségek vannak itt az országban versenyre? Hát ez nagyon nagy lépés, erről csak álmodoztunk régebb, mikor mondjam úgy még a két sportló idejébe, hogy egyszer országos versenyre elmenjünk. Tehát országos versenyekre most mondjam úgy menjünk, majdnem, mintha hazamennénk. Tehát rendszeresen minden hónapban folyamatosan járunk 10-12 gyerekkel egyszerre. Mennyit kell készülni egy ilyen versenyre? Vagy milyen gyakran vannak edzéseitek? És kik azok, vagy hány olyan sportoló van, aki azt lehet mondani, hogy na igen? Tehát jelenleg úgy nagyjából 80 rendszeres lovaglónk van, aki rendszeres gyerek, tehát mind 18 év alattiakról beszélgetünk, tehát a legkisebb az 4,5 éves, és a legnagyobb az olyan 18 körül. Tehát folyamatos 80 gyermek van, aki folyamatosan heti minimális 1 órát. De minimális 1 óra a gyerekeket, a kicsiket lehet tanítani, elég nekik a minimális 1 óra hetente. De viszont, hogyha már sportról beszélgetünk, akkor legalább 2-3 edzés hetente kell. Tehát a testet kondiba kell tartani, és viszont folyamatosan a lovat kondiba kell tartani, és folyamatos tanulás kell. Tehát előrelépés azon kívül nem tud lenni, tehát heti egy edzéstől nem tud előrelépés lenni, mert nincsen meg effektív a versenyzőnek a kondíciója, mert megvan egy bizonyos izomcsoportosítást kell használni a lovagláshoz. Az, hogyha nincsen kifejlődve, nincsen megerősítve, az, hogyha hetente egyszer csinálj, az nem sport. Tehát. Milyen izmokról beszélünk ilyen esetben? Hát itt a lábizmok, ami nagyon-nagyon erősek, de a lovaglás is az is tehát nagyon érdekes, mert egyes izmokkal nagyon-nagyon kell szorítani, nagyon-nagyon kell koncentrálni. Másokról, például a lábot tértől lefele nagyon fixen kell tartsd, az egyensúlyodott mindent onnan tartod, de viszont laza csípővel mindent, tehát ez ugyanúgy. A szárakot kell szorítsd, de viszont laza kell a kezek legyenek, tehát annyi ellentmondásos van, hogy mit kell, hogy figyeljél, hogy tehát ezt meg kell tanulni egy effektív. Csak úgy, mint a fociban, a sportlovaglásban sem lesz mindenki egy Cristiano Ronaldo, de pont ezért a Remetei Lovasklub gyakran szervez egyhetes lovastáborokat, ahol pár nap intenzív oktatás után tisztán körvonalazódik, hogy kiben van meg az az igazi plusz, a sokat emlegetett affinitás a lovagláshoz. Karcsitól megtudtuk, hogy nem tévhit és nem mendemonda, hogy a ló érzi, ha fél a lovas. Szóval kedves nézők, ne is próbáljuk átverni másokat vagy magunkat azzal, hogy hősködve közelítünk meg egy lovat, mert ha félünk, a ló érezni fogja. Ebben a sportágban pedig mindig, minden körülmények között a lovas kell irányítsa a lovat. A lovasklubnál ezt úgy fogalmazták meg, hogy mindig annyi feladatot kell adni a lónak, hogy ne legyen ideje gondolkodni. Mit kell tudni ilyenkor, mikor mentek versenyekre? Mindig más-más pálya vár rátok? Vagy előre tudjátok, hogy milyen pálya fog fogadni? Nem. Tehát mi előre tudjuk a minden gyereknek, tehát minden lovas párosnak, tehát ló sportoló párosnak, tudjuk, hogy hova lesznek beiratkozva, milyen kategóriákba. Tehát az országos versenyeken 90 centitől 1,40-ig
Tehát 70 centi, 80, 90, 100, és itt fennebb. Tehát itthon már tudjuk, hogy ki hova menjen, tehát maximum két kategóriába mehetnek, két egymás melletti kategóriába. Hogyha mennek a 90 centin, mehetnek még az 1 méteren. De viszont van, akinek az 1 méter már sok. Tehát 10 centi nem mondjuk, hogy sok, és annyi csak a 10 centi, de az viszont rengeteg magasságba az ugratásnál. És itthon tudjuk, hogy hogy írassuk be, hova írassuk be, és a pályaépítő, tehát itt Prezsmeren, tehát Prezsmeren vannak a téli versenyek, most a téli versenyekről beszélek, mert a nyáriak azok szanaszét az országban vannak mindenhol, azok kinti versenyek, de a Fedele szezon az csak itt Prezsmeren van, és Brassó megyében. És ott holland, bulgár ilyen pályaépítők vannak, tehát örökké idegen országból vannak pályaépítők, és azok rakják a pályát. De úgy, hogy a pályát tehát felrakják az akadályokat, mint tudom, 14-15 akadályt, és leszámozzák minden, és utána bemennek pályát ismerni a gyerekek az edzővel. És akkor, effektív, akkor lássák meg a verseny előtt egy 15 perccel a pályát, hogy mind kell végig menjenek. És ilyenkor a ló hogy szokja meg, hogy teljesen új pálya neki, mert neki is teljesen új pálya? A lovasba kell bízom. A Remetei Lovasklubnál több csoportba sorolhatóak a diákok. Vannak az egészen fiatalok, akik ügyes versenyzők, regionális versenyeken gond nélkül helytállnak, és még eredményt is fel tudnak mutatni. Rajtuk kívül vannak azok a lovasok, akik az országos megmérettetéseken is részt vesznek. A Sóvidékről is jár két versenyző Gyergyó Remetére, Siklódi Szintia és Kalapács Genlért, akik már régóta ügyeskednek a nyerekben. Ugye láttam, te kézilabdázol is Szovántán, de lovagolsz is. Mikor jött be a lovak iránti szeretet az életedbe? A szeretet már kiskoromtól ugyanúgy megvan, mint most, de harmadik vagy negyedik éve járok lovagolni. Én is ugyanúgy hétvégenként, mint Gellért. Bár most ritkábban voltam az elmúlt időkben, mert nehezebbek voltak a tanulmányaim, és nem volt túl sok időm. De hogy jöttek el, hogy indultál el ide? Vagy honnan jött az, hogy na, én most lóra ülök? Hát igazából a szovátai lovarda hirdetését láttuk. Ott próbáltam ki először, és nagyobb szinten szerettem volna kicsikét, ezért édesanyám utána nézett, hogy hol megvan meg a lehetőség, és Gyergyó Remete volt a legközelebbi. Gellért alig másfél éve jár sportszerűen lovagolni, de már országos versenyeken is részt vesz. Hát honnan jött az ötlet, hogy lóra üljél? Hát az ötlet nekem onnan jött, hogy körülbelül másfél évvel ezelőtt édesanyám látta a Facebookon egy tábor hirdetését, és én már azelőtt nagyon szerettem lovagolni, mert lovunk is volt otthon, én mindig nagyon szerettem ezt a sportot, és anyukám ezt felajánlotta nekem, és akkor persze erre igen mondtam, és akkor így jött az ötlet, eljöttem, és nagyon megszerettem. Milyen gyakran jársz edzésekre? Hát hetente kétszer, de hát hétvégén szoktam, valamikor hétközben is, de az nagyon ritkán van, mert ugye az iskola is, hétvégente szoktam nagyjából. És akkor te már jársz versenyekre is? Igen, országos és régió bajnokságokra itt a környező vegyékbe is. A kicsikre is nagy hangsúlyt fektetnek a lovasklubnál, ami nem csak elméleti tudás átadását jelenti, hanem konkrét lovaglást is. Egy karámban gond nélkül megölték és hajtották lovaikat az apróságok. Én 5 éve lovagolok. És milyen gyakran szoktál itt járni? Ugye te itt laksz, milyen gyakran szoktál lóra ülni? Minden nap próbálsz, vagy? Minden nap szoktam. És miért szereted? Azért, mert sport, és szeretem a lovak. Te mikor ültél fel először ló hátra, és miért szereted a lovaglást? Hát az úgy kezdődött, hogy először kicsi voltam, és nagyon szerettem az állatokat. Akkor néha elmentem a szomszédba lovagolni, és hát egyszer szinte ledobott a ló, és akkor apukám azt mondta, hogy inkább jöjjünk lovagolni, mert úgy sokkal jobb lesz, és onnantól lovagolok. És akkor ezen a lovon már csak te szoktál lovagolni, vagy már milyen szinten vagy, már szoktál ugratni is? Igen, szoktam ugratni, és hát nem csak én vagyok, mert még egy páran lovagolnak rajta. Milyen gyakran szoktál járni ide edzésekre? Hát egy héten kétszer. És miért szereted? Hát, mert jó egy állattal együttműködni, és mert hogy boldoggá tesz, hogy sportolhatok, meg hogy kint lehetek, és sportolhatok velük, és ezért.
Szovátáról, Csíkszentmártonról, Gyergyócsomafalváról, Gyergyóremetéről és természetesen Gyergyószentmiklósról is járnak ki a lovasiskolába tanulni. A működés tekintve nagyon hasonlít egy délutáni iskola órarendjéhez, tudtuk meg Karcsitól. A klub bátran állíthatom egyik legfontosabb pontja a fedett pálya, aminek még a talaja is szándékosan vegyes összetételű, hogy a lónak kényelmesebb legyen a benne és rajta végzett munka. A pálya közepén már várt minket Balázs Sándor, aki a szakmai tudásért felel. Edzés közben kicsit őt is kifaggattuk. Mikor ültél először lóra? Hát az én anyukám, ő Kézdivásárhely mellett van, pontosabban Esztelnekről, és oda jártam én haza, mamáikhoz. Hát úgy voltunk, hogyha takarhattam, segíthettem, akkor lovagolhattam. Akkor így lassacskán kezdtem lóra ülni. Könnyűnek tűnt nekem előről fogva az egész, teljesen addig, amihoz egy igazi bedzőhöz kerültem, addig örökké könnyű volt, és én voltam a legjobb lovas. Meggondolom, akkor a parasztlovat lecserélted majd sportlóra? Hát igen, az első ilyen élményem, amikor felfedeztem, hogy én igazából nem is tudok lovagolni, az az volt, hogy Magyarországon felültettek egy lóra, akartam ott dolgozni, kérdezték, hogy tudok-e lovagolni, mondtam én percein, nagyon tudok lovagolni, na egyet lovagoltam, azt mondja a főnök, hogy hát Sándor, te nem tudsz lovagolni. Hát az nekem olyan érzés volt, hogy pfú, mondom, hát én Brassóban, én mindenhol a legügyesebb lovas voltam. Azt mondja, de nagyon-nagyon ügyes vagy, és bár van, amiből kiinduljunk. Úgyhogy egyik szavával a fődiktiport, a másik szavával mégis adott egy esélyt nekem, ugye. És akkor hogy alakult a sportkarriered? Hát a sportkarrierem igazából Magyarországon kezdődött. Akkorjában még itt Romániában, ez 91-92-ben, 93-ban lovasztam én Magyarországon. Hát nehézkesen indult, mint minden, minden vendégmunnás, aki kimegy Magyarországra, azt egyből nem fogják lóra ültetni, hanem sokat harcoltam, bizonyítani próbáltam, hogy bennem több van, mint például a Talicskával, nagyon ügyesen tudtam a boxok között járkálni. És szerencsére észre is vették, kezdtek támogatni, fennébb kerültem, mondjam úgy, hogy ezen a rang sorokon voltam csitkós, voltam lovász, voltam ilyen segéd, segítettem a sportlovasoknak. Azután, ahogy kezdtem segíteni nekük, gyorsan felfejlődtem az ők szintjükre, akkor megcserélődtek, akkor ott bajok lettek, hogy én is már azon a szinten lovagoltam, ahol ők. Akkor maradtam egyedül az összes lóval, úgyhogy nehéz volt, de szép volt, jó volt. Mire vagy a legbüszkébb, melyik eredményedre? Legbüszkébb a diákjaimra vagyok, nem az én eredményeimre. Valahogy engem örökké ez motivált, és ezentúl is az fog, hogy ők, valahogy úgy akarom, hogy amit én nem tudtam elérni, hadd érjék ők el. Voltam én balkán bajnok, román bajnok, voltam fogadhajtással, Pál Attilával, akit azóta is tisztelek, egy nagyon-nagyon ügyes lovas ember, de igazából örökké a diugratáshoz húzott vissza a szívem. Sándor keze alá kerül minden olyan versenyző, aki ügyesebbnek bizonyul, és akit már Karcsi, a klub vezetője megtanította az alapokra. Jó lovashoz kell egy jó ló, és a kettő között nagyon fontos a jó kapcsolat. Igen, nagyon-nagyon erősítem ezt. Ez úgy van, hogy a lovas, a ló, hát most mondjuk úgy, hogy az én szintemben majdnem mindegy, melyiket lovagolom. Egy idő után ugyanarra szintre fel tudom hozni. Viszont egy kezdő lovas, és hogy ebben a sportágban neki élményei legyenek, ő nagyon-nagyon kell találjon ehhez a lóhoz. Voltunk olyan esetünk, hogy egyik lóval nem ment a kémi, ahogy mondják, átült egy másik lóra, meg voltunk lepődve, hogy mekkora haladás van. Akkor mi egymásnak teremtették volna? Így, ahogy mondod. Mintha tényleg valahonnan leakasztották ezt a lovast, itt a Remetei Lovas Klubnál találkoztak, és azóta van nekünk itt mindenfajta lovunk, van olyan lovunk, hogy nagyon harapott, rugott, elfutott, levette, egyszerűen minden, ami rossz lóra lehet mondani mindenből, egy ide után mindenütt teljesen egyforma, ugyanolyan lesz, mint itt a legnagyobb.
fedett pálya előnye, hogy időjárástól függetlenül lehet használni, viszont csak úgy, mint a sportolóknál, itt is bemelegítéssel indul minden, a lovat be kell melegíteni. Egy edzés gyakorlati feléről kérdeztem az oktatót. A leg elején úgy vagyunk, hogy mi megtanítottuk, hogy a lovas itt nálunk jön, felnyergel ő. Nálunk nincs olyan, hogy mi felnyergeljük a lovát, kivezessük, gyere, légy szíves, ülj fel. Itt nincs olyan. Itt jön, kiszáll az autóból, mindegy, hogy Merci vagy Trabant, aztán abban a helyben egyforma lesz itt mindenki nálunk. Ügyesen elmen a lovához, kivezeti, megpucolja, felnyergeli. Mikor idáig kér, akkor így mind a farkas, így nézem örökké, hogy hol a hiba, hol mi nincs jól, hogy miben tudjak hamar belekötni. Általában tényleg evel a tudattal csinálom, hogy lám, valami nem úgy van-e. Mert általában, ha egyszer valamit nem jól csinál, és azt én így megszurkodom, az aztán, amíg itt lovazik többet, biztos 100%, hogy örökké pontosan minden megcsinál. Úgyhogy nagyon-nagyon figyelünk erre a dologra, hogy nagyon jól fel legyenek szerszámozva, nagyon jól fel legyen kantározva. Tudok egy példát mutatni, ha gondoljátok, egy lovat ide vezetek, hogy mi miért van, mert az... Például elvesszük a Silviust. Itt mindennek van egy célja, hogy miért van így. Ez a kantár. Itt például, hogy a zablán, itt alul két mosolyránc kell legyen, hogy a kis orszi mennyire kell legyen megszorítva. Ez a nagy orszi innen egy újnyira kell legyen a pofaszítól. Ezt mind meg kell tanulja a lovas, így kell felkantározni. Ezt így csinálják a Remetei Lovasklubnál, így csinálja a világbajnok is. Hogy ez nagyon fontos. Ez olyan, hogy így. Akkor a nyerget is. Minden lónak külön nyerge van, amelyiknek például mindennek a lónak is egy kicsit nagyobb a marja, neki van egy ilyen előhámja, az azért van, hogy ne tudjon a nyerek hátra csúszni, például ugrásnál. Akkor a hevedert is meghúzzuk örökké. A kengyelek nagyon-nagyon pontosan be kell legyenek állítva a lovas után. Úgyhogy ezek a legfontosabb dolgok, amivel egy lovas ide ki kell érkezzen. Az edzés legelején csak hosszú szárral lépeget a lovas a lovával, majd jön az ügetés, ezt követi egy-két akadály ugrása, majd egy kis szünet, és egy versenyt imitálva összetett ugrások következnek. Mennyire tartod veszélyesnek ezt a sportágat? Nagyon veszélyesnek is tartom, ezért is vagyok ennyire szigorú, és ezért nem engedek semmit nekük, és nagyon odafigyelek mindenre, mert azt kell képzelni, hogy az a ló például szerintem van egy 600 kiló, és az a leánka a hátán a sarolta egy 50 új sarkantyústól mindenestől. És egy 50 kilós leányzó kell egy 600 kilós lovat irányítson. Nagyon veszélyes. De ha oda van figyelve, és jól fel van készítve a ló, és persze, ugyanannyira jól fel van készítve a lovas is, akkor nagy esélyünk van, hogy ne legyen baleset. De láttunk már balesetet sajnos, mert ebben a sportágban meg. Van egy olyan mondás is itt nálunk a lovasoknak, hogy az nem esik le a lóról, aki nem ül fel. Tavaly 6-szor est. Nem lovagolni nehéz megtanulni, hanem lábon tartani a lovat, tette hozzá az oktató arra a kérdésemre, hogy mennyire kell ügyelni a ló lábára. Van-e valami cél itt a jobb sportolókkal, nagyobb verseny, nagyobb cím elérése? Van valami célkitűzésed esetleg? Hát célom sok van, mert örökké ezek motiválnak engem a célok, hogy valamiért valami legyen. Hát egyelőre az a célom, hogy ez a régió bajnokság, amit kitaláltunk, és ami elég jól működik, hogy az maradjon meg, s minél több lovas legyen. A másik célom az, hogy ebben az országos bajnokságban egy nagyon-nagyon erős, ütős csapatom legyen, ami már nem panaszkodhatok, mert az is megvan. A céljaim meg az, hogy valahogy még fönnébb kerüljenek a lovasok, hogy most már ilyen 1-20-on versenyezzünk, 1-25-ön versenyezzünk, na. Az a jó, és az megint nagy motiváció nálam, hogy most már olyan lovaink vannak, hogy minden lovunk jobb, mint amennyit mi tudunk. Most pedig mutatunk egy összeállítást, hogyan is kell elképzelni egy összerakott pályán való lovaglást és ugratást.
Az edzés után a lovakat visszaviszik az istálókba, ahol lecsutakolják, elkúrálják, majd pihenni tér a ló és lovasa is. A klub központi épületében a megannyi oklevél, érem és kupa az bizonyítja, hogy jó úton haladnak, ami ugyan még sok munkát igényel, de szép eredményekkel is kecsegtet. Mindig is szerettem lovagolni, de ez valami minőségi sporttevékenység, amihez rengeteg idő és legalább egy ilyen jó ló szükségeltetik. Köszönöm a figyelmet, további jó tévézést, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a The Man férfi ruhásüzlet biztosította. Megtalál minket Szovátán, a placcal szemben. The Man, a férfi divat otthona.